Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. Rendhagyó videóval érkezem. Ezúttal megmondom őszintén, hogy a kamerám, a telefonom, ami egy sótartóra van helyezve. Jaj, boldog új évet kívánok! 2023. január 2-a van, és ez egy direkt, hát nem közvetlen ébredés utáni, de körülbelül olyan szinten lévő új év köszöntő videó, kifejezetten egy ilyen reggeli közbeni karikás, szemes üdvözlő videó. Azt hiszem, hogy ilyeneket is kell, hogy készítsek, nem kell itt túl hype-olni a dolgokat. Egy-két gondolatot szeretnék megosztani veletek év értékelő gyanánt, vagy mondjuk úgy, hogy lezárni tulajdonképpen a 2022-t. De mindenféleképpen azzal kezdeném, hogy túl vagyok a reggelén, és ezt mint így javaslatot is akár közzéteszem. Minden reggel iszom egy pohár citromos vizet, de úgy, hogy teszek bele egy ilyen olyan kis készítményt, amiben spirulina, búzafű, meg ilyen zöld cuccok vannak, tudjátok, úgyhogy egy ilyen ekkora pohárnyi zöld lével kezdem a napot. Ez már nem az, mert ezt már körülbelül egy órája megittam. Ez pedig a Balance-nek a kávés Slim Flash fejlesztése. Mint tudjátok, erről már többször beszéltem, ez egy ilyen vegán brand, és nekem tök jól kiváltja a reggelit, mert nem esik jól igazán a reggelizés, ritka, ha jól esik, és ebbe egy banánt beleturmixoltam. De így banánnal nagyon finom. Szóval 2022-ről egy pár szót engedjetek meg. Aki követ bármelyik fórumomon, az tudhatja és láthatta, hogy mint sokunknak, ez egy nehéz év volt, de egy utólag már nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem eseménydúsnak fogalmaznám át inkább. Ugye egy évvel ezelőtt készültem a méh eltávolító műtétemre, mert ugye volt két nagy miómám, meg több kicsi, és én úgy döntöttem, hogy nem keresek mindenféle alternatív, meg ilyen-olyan, azt gondolom, hogy időhúzó megoldást, hanem egyből a legdrasztikusabb, de számomra legjobbnak tűnő megoldást kerestem meg erre. Ugyanis engem sokkal jobban kiborított az a tény, hogy valami itt az én életmódom ellenére, a tetteim ellenére itt így növekszik bennem, és ott van, és nagy, hogy ez a tudat engem sokkal jobban megviselt, mint az, hogy egy műtétre kell, hogy vállalkozzak. Arról nem is beszélve, hogy utána néztem, és minden egyes dolog, amit láttam, tapasztalatokat, az mind ilyen időhúzó dolognak tűnt. Én meg úgy éreztem, hogy én nem húzom az időt, hanem ezt a részét oldjuk meg. És ez mind szép és jó is lett volna, ha ugye nem adottak volna nagyon komoly szövődményeim, de nem megyek bele a részletekbe, akit esetleg érdekelnek ezek a dolgok. Ugye erről is készítettem egy kis videósorozatot, akkor nézze meg bátran. Szóval úgy kezdődött a 2022, hogy tulajdonképpen majdnem az életembe került ez a beavatkozás, de hát szerencsére itt vagyok, és ezzel a résszel minden rendben van. És utána tavasszal nagy valószínűséggel áteshettünk Covidon, akkor nekem rengeteg hajam elhullott, kihullott, úgyhogy akkor levágattam, hát ugye volt egy idáig érő hajam, a felét levágattam. Nagyon jót tett, mert az a hajhullás az meg is szűnt, most már nagyon sok babahajam van, de hát na, szedem a cinket azóta is, és hát bízom benne, hogy lesz még nekem hosszú hajam, de hát el vagyunk ezzel is.
Aztán, ami csodálatos dolog történt, a nagyfiam megnősült, úgyhogy egy fantasztikus esküvőn vettünk részt, vagyis hát két esküvőn, mert az egyiket Magyarországon, a másikat pedig Erdélyben. Csodálatos, csodálatos volt, csodálatos emberekkel. Ez volt az év legörömteljesebb pillanata, azt hiszem. Aztán szeptember végén elveszítettük édesapámat, ami szintén egy nagyon nehéz időszak volt, és még mindig olyan fura érzés, még mindig olyan nehezen dolgozza föl az ember, hogy nem látja többé a szerettét. Ez olyan fura, de ez is egy ilyen két éves kemoterápiás harc vége volt már. Szóval sok erőt próbáló dolog, örömteli pillanatok is voltak, de én minden esetre nagyon örülök, hogy lezártuk a 2022-t. És amiért gondoltam, hogy egy ilyen hirtelen videót készítek, ilyen előkészületek nélküli, smink nélküli, világítás nélküli, és igenis karikás szemekkel történő videókészítés, az a gondolat volt, hogy nekem is emlékeztetőül szolgáljon mindig, hogy én is beleestem abba a hibába, ami az, amikor ugye vannak olyan történések, pillanatok, amiket nagyon várunk, mert attól a pillanattól valami nagy dolgot remélünk. Mit értek ez alatt? Most itt én esetemben a karácsony, de felhozhatnám példának mondjuk a nyaralást. Amikor az ember egész évben azt várja, hogy elmenjen nyaralni, és akkor mondod, kipiheni magát, és ú, de jó lesz utána. Na, hát én ugyanezt gondoltam most a karácsonnyal kapcsolatban, hogy nagyon sok dolog volt így az év végére, amivel sikerült teljes káoszt elérni itt bent a fejembe. És azt gondoltam, hogy majd a karácsonyi készülődéstől eltekintve, bár ezt már igyekszem tudatosan kezelni, tehát nem egy stresszes időszak számomra a karácsony, de azt gondoltam, hogy majd akkor egy kicsi lazítás, egy kis pihenés, megyünk sógorlátogatóba Németországba, és majd kipihent újult erővel, illetve elrendezett gondolatokkal úgy vágok bele a 2023-ba, hogy minden így a helyén lesz, tudom, hogy mit, hogy, időbeosztás, nem ez történt. Úgyhogy ezúton is intek mindenkit, és saját magamat is vállalva ezt a kinézetet, mert látszik, hogy nem sikerült egy kipihent állapotot idevarázsolni, hogy nem szabad ezt csinálnunk, hogy kitűzünk valamit, azt várjuk nagyon, és attól olyan fú, de nagy csodát remélünk, és majd azt fogja megváltoztatni, nem. Meg kell élnünk minden pillanatot, értékelnünk kell minden pillanatot, hálásnak kell lennünk minden pillanatért, és mindent magunknak kell megteremteni. Néha erőfeszítéssel, néha kellemetlen pillanatokkal, de nem ilyen megváltást kell várni egy nyaralástól, egy pihenéstől, egy akármitől, hanem végig mindig tudatosnak kell lenni, ami most már én is látom, hogy ez a része még mindig számomra is nehéz, és még nekem is ezen dolgozni kell. Ugye az én életemben a növényi étrend nagyon sok változást hozott, rengeteg tudatosságot, de hát lám, még így is mindig marad olyan terület, amin dolgozni kell. Lehet, hogy most itt sokan megmosolgjátok ezt a csúcsdíszt, de ez a közös karácsonyi meghitt csodás pillanatoknak az emléke, és ezért nem is igazítottam, nem is változtattam, mert így mindig mosolygok, ahányszor ránézek, hogy ez is egy olyan csodás pillanat volt a család életében, imádom. Szóval voltak nehéz pillanatok, voltak jó pillanatok, amik nagyon jók voltak, az természetesen mindig a szerelmemmel töltött idő. És a 2023-ra tervezett rendrakás az még úgy tűnik, hogy várat magára. Szeretném elkezdeni a Spine Balance óráimat, úgyhogy lehet, hogy két helyszínen, majd meglátom, hogy jön össze, úgyhogy ha van valaki a közelben,
akkor majd remélem, hogy csatlakozik hozzám, vagy hozzánk. Fogok készíteni ezzel kapcsolatban vagy egy csoportot, vagy egy Facebook page-et, ezt még nem találtam ki, ezt sem találtam ki. Úgyhogy mindenről hírt fogok adni. Ugye teljesen belevetettem magam a természet gyógyászat tanulásának, készülök a vizsgára, úgyhogy az ünnepek előtt ilyen őrületes tempót diktáltam saját magamnak, egy ilyen 624, vagy valami ilyesmi számú kérdést kell megválaszolni tulajdonképpen, úgyhogy így napokon keresztül reggel 7-kor felkeltem, és ilyen kisebb megszakításokkal, ilyen éjfélig egyig ültem a könyv felett, de eljutottam arra a pontra, hogy innentől kezdve már csak tanulni kell. Úgyhogy van egy ilyen nagy megmérettetés előttem, illetve az, hogy közben jelentkezni kell a szakosítóra is, ugye, mert a természetgyógyászat képzés az úgy teljes, hogyha megvan a szakosító vizsgád is hozzá, és most is azt gondolom, hogy ez a fitoterápia lesz. Na, de ne rohanjunk előre. Még a karácsonyi időszakkal kapcsolatban egy nagyon érdekes észrevételt engedjetek meg nekem. Németországba töltöttünk 5 napot a sógoroméknál, és hát a felesége egy nagyon kedves, körültekintő, odafigyelő, fantasztikus vendéglátó, úgyhogy annak ellenére, hogy ők nem vegánok, mindenféle vegán finomságot beszerzett. De, ami nagyon durva, természetesen semmire nem mondtam nemet, a karácsonyi időszaka az eleve nem arról szól, ugye, hogy fú, de nagyon egészségesek vagyunk, meg odafigyelünk az étkezésre. Amire mi mindig odafigyelünk, az természetesen az, hogy nem fogyasztunk állati terméket, de mi eleve az elmúlt hónapokban nagyon-nagyon eleresztettük magunkat. Az elmúlt, vagy 10 évben nem voltam ennyi kiló, mint most, úgyhogy magamhoz képest most elég nem jól nézek ki, mondjuk így, de majd ledolgozom, mindegy, erre nem volt sem akaratom, sem kedvem, sem kitartásom, hogy erre odafigyeljek, állandóan krumplit óhajtottam a krumpli minden formájában, de egyébként most, hogy ezt így kimondom, ezt lehet, hogy tavaly ilyenkor is elmondtam videóba, tehát úgy tűnik, hogy ahogy jön a, jön a hideg, akkor nekem krumplit kell enni. Hát nem baj, ennél nagyobb bajom ne legyen. Majd ledolgozzuk, meg leétkezzük, mert most már tényleg rá kellene térni a ténére. Ugye ez az én nagy hiányosságom, amit mindig vállalok természetesen, mert az egész nyilvános tevékenységemet nyilvánosan és őszintén vezetem végig, és bizony, ha fröccsöztem a nyár folyamán, vagy hidegsört ittem, azt is mindig vállaltam, mert ez vagyok én, és így élem az életem. Szóval a karácsonyi étkezéssel kapcsolatban a nagyon durva dolog, hogy 5 nap alatt 1 kilót híztam. És mivel én tudom, hogy tudok ettől gyorsan megszabadulni, ha akarok, számomra nem gond. De képzeljük azt el, akinek ebben a tekintetben semmiféle tudatossága nincs, hogyha 5 nap alatt 1 kilót lehet hízni, akkor azt képzeljétek el, hogy aki napi szinten úgy étkezik, hogy kedve szerint, tehát mindenféle tudatosságtól mentesen, akkor milyen gyorsan felszaladgálnak rá a kilók. És ezt akár saját magatoknak is bebizonyíthatjátok, nála abszolút működik. Tehát, hogyha csak teljes értékű növényi étrend 1 hétig, semmi gond nincs. De ha feldolgozott termékek, és csak hogy a vegánság, és mellette most még a csokik is bejöttek, a vegán csokik, ugyanis egy ekkora nagy ajándéktasak vegán édességet is kaptunk Németországban, akkor bizony észrevétlenül felrohannak a kilók. És ugye, aki nem él tudatosan, az nem fogja tudni, hogy ettől hogy szabaduljon meg, és akkor jönnek a különböző csodaszervásárlások, azért vagyok kövér, mert ezt örököltem, meg a genetikám, meg sorolhatnánk, de nem, ez ilyen egyszerű, mondom. Én 5 nap alatt 1 kiló feljött rám. Úgyhogy nagyon érdekes volt ezt megtapasztalni, illetve
fantasztikus volt Németországban látni, hogy milyen kínálat van vegán élelmiszerekből, és képzeljétek el, az a nagyon durva, hogy a legtöbb dolgot olcsóban meg lehet vásárolni, mint Magyarországon. És itt ez alatt nem azt érzem, hogy az eurófizetéshez képest, nem. Hogyha te forintba kapod a fizetésed, és kimész Németországba mondjuk, olcsóban meg fogod vásárolni az áfonyát, a vegán felvágottakat, a zöld leveleseket, elképesztő volt látni, elképesztő, tehát, hogy ha Magyarországról valaki kimegy, és a kis magyar fizetését euróba átváltja, de ne menjünk váltásokba, mert a váltásokkal soha nem járunk jól. Szóval, ha még forintban nézzük a bevételeinket, kint akkor is olcsóbban meg tudjuk vásárolni. Én természetesen csak a vegán dolgokat néztem. És hatalmas a kínálat. Érdekes, hogy olyan termékcsalád is volt, amit ugye itt is meg tudunk vásárolni a Lidl-ben, de rengeteg termékkel, tehát biztos ott nagyobb a kereslet persze, mert itt nem bukkannak fel ezek a dolgok. Szóval eleve azt gondolom, hogy érdemes megismerni a külföldi életet. Egy sima bevásárlás kapcsán is megdöbbentő eredményeket láthatunk. Aztán a tavalyi évennek még az egyik sikere az volt, hogy megcsináltam a Spine Balance képzést. És fantasztikus dolog, ebben a Spine Balance mozgásformában jóga, tai chi és pilates gyakorlatok vannak benne. Nagyon szeretem a jógát, de hogy csak azzal foglalkozzam, az nekem úgy nem. Imádom a pilateszt, szoktam is így YouTube videókon keresztül végezni gyakorlatokat, de azzal is úgy vagyok, hogy hát csak magába. A tai chi-ra ugyanezt elmondhatom, hogy érdekel, pláne, ugye, hogy ja igen, tényleg elvégeztem egy ilyen csakra harmonizáló talpmasszást, azt így ugyan kicsi vendégkörrel, de csinálom, és fantasztikus visszajelzések vannak, csodálatos dolog. Emiatt is nagyon érdekes irányba ment a figyelmem, bár ez nem új dolog, csak most valósítottam meg tulajdonképpen. És ez a fajta testmozgás is abszolút az energiák, a testünk harmonizálása, és bizony fogyáshoz és erősítéshez is nagyon jó. Amikor én ezt úgy gondoltam, hogy el fogom végezni, akkor annyit láttam, hogy ilyen nagyon klassz gyakorlatok. Eleve nézzétek meg a pilateses csajokat, tehát gyönyörűek, tehát szerintem a legszebb testű nők. És akkor azt gondoltam, hogy jó, hát nehéz, de hát ez azért nem edzés. És most így, hogy most már csinálom, jövök rá, hogy amire én eddig azt gondoltam, hogy milyen erős csaj vagyok, azért van egy-két kis rövid videó arról, hogy a K.O.-kardió edzésen miket csinálunk. Emiatt azt gondoltam, hogy én milyen erős csaj vagyok, hát most rá kellett jönnöm, hogy ezekben a mozdulatokban mennyi erő van. És ezzel a mozgásformával is az én korosztályomat szeretném megcélozni, mert ebben nincs ilyen ugribugri, nincsenek súlyzós gyakorlatok, nem kardió, hogy annyira kifulladj, hogy már nem bírod. Teljesen mindegy, hogy hány éves vagy, ez egy abszolút elkezdhető és kivitelezhető mozgásforma. Lelkileg is nagyon jó, és olyan érdekes érzést, ugyanazt a elégedett érzést fogja nyújtani neked a végén, amit megszoktál egy bármilyen edzés formában. De mégis olyan megnyugtatóbb jellegű. Lehet, hogy nekem is eljött az életembe az az időszak, hogy már nem megy az a fajta edzés, amit már 5 éve, vagy lassan 6 éve
csinálok, hanem ilyen finomabbnak tűnő és nyugodtabbnak tűnő mozgásformára kell, hogy áttérjek, de ugyanígy erősít. Fantasztikus dolog. Nem is folytatom, valószínű, hogy fogok feltölteni ide YouTube-ra is majd ilyen kis rövidebb videókat, hogy amit akár egymás mögé építve otthon is el tudtok végezni, ha esetleg nem tudunk személyesen találkozni, hogy együtt edzünk. És mindig az én korosztályomat célzom meg, hiszen ebben a korosztályban tudok a leghitelesebb lenni, mert hát így élek. Egyrészt, mert 40 fölött éltem meg igazán a nőiességemet, addigra teljesedtem ki teljes mértékben. Ez nagyban köszönhető a növényi táplálkozásnak is, és mert ez fantasztikusan formálja még a gondolatokat is egy ilyen nagyon tiszta irányba, úgyhogy már csak ezért is megéri egyébként. Na, szóval aztán szeretnék hozni majd nektek a természetgyógyászatból is ide dolgokat, mert ugye egyértelművé vált, hogy a növényi étrenddel mennyire a kezedben tudod tartani, kezedbe tudod venni a saját egészségedet. Nincs hivatkozása az öröklésre, meg a genetikára, meg ilyenekre, tehát hogy ez olyan elhanyagolható százalék, hogy nem azzal a százalékkal kellene foglalkoznunk, hanem azzal a nagy százalékkal, ami mondjuk olyan 90, de jó legyen csak 80 százalék, mert az bizony a mi kezünkben van. És a természetgyógyászat tanulása közben rengeteg olyan gondolattal találkoztam, amit mindenféleképpen szeretnék majd megosztani veletek, illetve felhívni figyelmet arra, hogy ebben is milyen lehetőségek vannak. Ugye a tibeti orvoslás, ugye a hagyományos kínai orvoslás, ugye a masszázsoknak mekkora jelentősége van, hogy tényleg ezt, hogy természetgyógyászat, hogy minden tekintetben ebbe az irányba kell haladnunk, mert mindig a megelőzés lenne a fontos, és egy olyan életmód, ami lehetővé teszi azt, hogy az öregedés az ne azzal járjon, hogy hízunk, hogy jönnek a betegségek, hogy romlik az állapotunk, hanem hogy egy élvezhető életminőséget alakítsunk ki magunknak, mire hát idősebbek leszünk. Úgyhogy én bízom benne, hogy ebben is találtok majd hasznos információkat, és hát tulajdonképpen azt hiszem elmondtam, amit szerettem volna, de talán az a legfontosabb, hogy mindenkinek megköszönjem, hogy velem tartottatok 2022-ben. Most megint egy kicsit elkezdett nőni a feliratkozóim száma, aminek nagyon örülök, úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm a lájkokat, köszönöm a megosztásokat. Lehet, hogy vannak olyan videók, amik egy ilyen, mint amikor beszélgetsz valakivel, hogy olyan semmit mondóak, meg igazán nem mondott semmit, de igazából soha nem tudhatjuk, hogy melyik gondolatunk, melyik szavunk, mondatunk, vagy reakciónk juttat el valakit egy olyan lépéshez, amitől jobban érzi magát, ami miatt elindul egy életmódváltás felé, ami miatt nem olyan borongós a napja, ami miatt aznap már tud mosolyogni. Szóval nagyon érdekes dolgok ezek, úgyhogy ha bármelyik videómat úgy látjátok, hogy megosztásra érdemes, akkor osszátok meg, köszönöm szépen. És hát továbbra is várok mindenkit nagy szeretettel itt is. Lehet, hogy egyre több ilyen random videó is fel fog kerülni, de mindenféleképpen szerettem volna most egy ilyen évzáró és új évköszöntő kis videóval bejelentkezni nálatok. Hát annyira el voltam havazva, hogy most ugye a videószám az eléggé lecsökkent, és mivel nem sikerült 2023-ra úgy ébrednem, hogy tiszta gondolatokkal és sorba rakva, hogy mit csinálok, hogy, és a káosz megmaradt, de igyekszem felülkerekedni ezen, és bízom benne, hogy egy teljesen összeszedett képet tudok hozni nektek, mert nem titkolt célom megalkotni egy olyan programot, amiben étkezés, mozgás, a
lelki életünknek a javulása, hogy felhívom a figyelmet a tudatos gondolkodásra, a tudatos tettek jelentőségére. Szóval egy ilyen teljes körű, hát mondjuk, hogy életmódváltást szeretnék megmutatni nektek, mert hát mondhatnám azt, hogy soha sincs késő, de azért, aki már 40 fölött van, úgy nem érdemes húzni az időt nagyon, tehát pláne, ha már jelentkeztek valamilyen fájdalmak, vagy elhízás, vagy magas vérnyomás, vagy inzulinrezisztencia, akkor ezt nem mondhatjuk, hogy majd holnap. Akkor abba azonnal bele kell vágni. Mint amikor egy, mondjuk ez egy ellentétes példa, egyedül idővel kapcsolatosan türelmesnek a fogyókúrában lehet lenni, mert sokan azért adnak föl különböző diétákat, és hozzáteszem, egyiket sem támogatom, csak a növényi étrendet, hogy 5-10-20 év alatt felszedtek nem tudom hány sok kilót, és hogyha 1-2 hónapon belül nem sikerül leadni, akkor feladják, mert hogy ez úgy sem megy nekik. Na hát azért ez az a dolog, amit nem lehet egyik napról a másikra megtenni. Hozzáteszem, azért én a pasimat volt olyan hónap, amikor egy hónap alatt, tehát mondjuk 30 nap alatt 12 kilótól szabadítottam meg, csak azért, mert teljes értékű növényi étrenden éltünk. Nem éhezett, nem volt lemondás, nem volt több testmozgás, hanem egyszerűen a táplálkozásunk a megszokott vegán ételekhez képest, ugye, mert mi sajnos fogyasztunk feldolgozott élelmiszereket még mindig, de most már nagyon elhatároztuk, hogy ennek gátat kell szabni, mert ezt így nem lehet. Akkor tényleg egy hónapon keresztül csak a téné ment, és 12 kilótól megszabadult. Ugye mindig szokták mondani, hogy nem szabad gyorsan fogyni. Hát persze olyan áron nem, hogy mondjuk ilyen nagy megvonások, és vagy valami tápanyagcsoport, valami vitamin kimarad, mert hogy egyoldalúan valaki elkezd diétázni. A ténénél nincs ilyen, mert minden egyes mikro- és makrotápanyagot megkap a szervezetünk, tehát nincs lemondás, nincs hiányérzet, nincs éhségérzet, úgyhogy egyébként erre is van lehetőség, de szerintem most sokan vannak úgy vele, hogy hú, itt a január, és akkor elkezdünk fogyókúrázni, vagy életmódot váltani, úgyhogy mindenkinek hajrá előre! Nagyon hálás vagyok értetek, hogy itt vagytok, és velem vagytok, és a nehéz időkben is velem voltatok. Nagyon köszönöm az üzeneteket, amiket írtok, akár kérdés, akár érdeklődés. A kórházi időszakban küldött támogató üzenetek, nagyon kedvesek voltatok. Illetve ugye van nekem a edmagadszexire.hu weboldalam, ahol meg lehet vásárolni egy olyan tanfolyamat, ami segít áttérni a növényi étrendre, és most nem tudom pontosan, hogy már hányan vásárolták meg, de eddig egyetlen egy ember vette a fáradtságot, hogy visszajelezzen nekem, és nekem fontos lenne a visszajelzés, hogy mit csinálok rosszul, mi az, amin javíthatnék, sőt, van egy-két hiba benne, és ezt egyetlen egy hölgynek hála tudtam most meg, hiába dolgoztam rajta sokat, meg ellenőriztem, bizony van, amit nem vettem észre, és azt hiszem ő decemberben, vagy novemberben, most nem is tudom, mikor vásárolta, és ő volt az, aki visszajelzett, hogy figyelj, ez itt nem jó, úgyhogy neki itt külön, Piroska, nagyon szépen köszönöm, hogy jelezted ezt nekem, és az ilyen visszajelzéseket is várom, mert mindig van hova fejlődni, tehát nem lehet egy helyben megragadni. Valószínűleg ezt a tanfolyamot is át kellene egy kicsit javítani már, legalábbis a hozzáfűzött videóanyagokat, de mondjuk aki át akar térni a növényi étrendre, az a mai napig helytálló információkat kap, mert ez ugye bevásárló list, és tulajdonképpen azok a dolgok, amikről ott beszélek, amiket ott bemutatok, azok most is megvásárolhatóak, úgyhogy
nincs benne új dolog. Esetleg, aki téma érdekel most a veganuárral kapcsolatban, az nézze meg és vágjon bele. Most pont láttam olyan visszajelzést, hogy nem tudom kinél, hogy ugye csatlakoztak a veganuárhoz is ilyen rizslap, meg olyan dolgok vannak a receptekben, ami mondjuk egy kezdő vegánnak, vagy kísérletező vegánnak még akkora újdonság, hogy most hova fusson, hova szaladjon. Hát én igyekeztem a edmagadszexire.hu tanfolyamomban Aldi, Lidl és Penny-ben beszerezhető dolgokból főzni, illetve persze hát van egy-két dolog, amit mondjuk aki esetleg olyan helyen él, ahol nincs ilyen kis ilyen natura, vagy ilyen egészségbolt, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy valamit így webben kell megvásárolni, de ugye én a bulkshopból szoktam, és náluk meg lehet, tehát webshopon keresztül is tudsz vásárolni, és akkor kiszállítják. A veganuárral kapcsolatban nagyon szenzációs dolog, hogy tavaly Magyarországon 11 ezer pár száz ember csatlakozott, ami akkor rekordnak számított, és most képzeljétek el, hogy most 15 ezer nem tudom hány száz magyar ember csatlakozott ehhez a veganuár kihíváshoz. Fantasztikus dolog, és én egyébként egyre inkább azt látom, hogy egyre nyitottabbak az emberek, mert láthatják, hogy ennél őszintébb, egyszerűbb és egészségesebb étkezési forma nincs, mint a növényi étrend, és persze annak következő csúcsa a teljes értékű növényi étrend. Másrészt egyre többen kezdenek elzárkózni az ilyen ipari állattartás okozta kegyetlenségektől, nem adják a pénzüket ehhez, illetve egyre többen rájönnek, hogy az állatvédelem az nem abból áll, hogy én szeretem a cicákat és a kutyákat, hanem bizony minden állatot szeretnék megvédeni. Illetve egyre többen belátják, hogy milyen klíma katasztrófához vezet a nagyipari állattartás. Úgyhogy fantasztikus dolog ez a veganuár. A prof.hu-n van ingyenes elérhetőség, aki nem akarja megvásárolni mondjuk az én tanfolyamomat, az meg egyébként is ingyenesen, minden fent van interneten, tehát hogy ez nem lehet indok, hogy valaki ezt ne próbálja ki. És illetve Facebookon van egy ilyen csoport is, hogy veganuár, ez szerintem a prof.hu hozta létre, és akkor ott azok az emberek is tudnak tapasztalatokat cserélni, akik teljesen újak ebben az egészben, és tanácsot kérnek, ötleteket várnak, úgyhogy bátran keressétek meg, csatlakozzatok, próbáljátok ki, mert csak a javatokra válik. És egyébként szerintem egyre többen látjuk, hogy milyen irányba megy a világ, és egyre többen vagyunk úgy, hogy szeretnénk kívül állni. Hát most ezt nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy ne legyen bántó sértő, és senki érdekét ne bántsam. Szóval, hogy egyre többen szeretnénk távol maradni attól a megszokott hétköznapi élettől, ami arról szól, hogy politika, vallás, adók, infláció, fogyasztói társadalom, nem tudom, mit sorolhatnék még fel, azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amik így egy buborékban tartják az embereket. Ugyanakkor nagyon meg is osztja az embereket. Szóval, ha úgy érzed, hogy ebben nem akarsz igazán részt venni, akkor az, hogy áttérsz a növényi étrendre, az már egy tök jó kezdete ennek, mert amikor eljutsz a feldolgozott termékektől a teljes értékű növényi étrendig, akkor már kikerülöd a
a nagyipari mindent, tehát az állattartást, az élelmiszeripart, a húsipart, a tejipart, minden olyan szolgáltatást, ami nem téged szolgál, ő csak a pénzedre vadászik, mert a téné az ugye, jó, persze akkor is meg kell venned a hozzávalókat, de ha szerencséd van, akkor helyben egy nénitől, bácsitól, vagy egy helyi zöldségboltból veszed meg, vagy a helyi piacról beszerzed a hüvelyeseket, a zöldséget, a gyümölcsöt, a gabonaféléket, mert ugye a tényének ez a lényege, hogy ezeket a természetes dolgokat használod föl. Ez kerül a te asztalodra. És tehát itt már ezt a részt kikerülöd, és akkor most így étrendtől, és hát de az életmódba belefér tulajdonképpen, hogy ha nyitsz az online világ munkái felé, nyitsz a kriptovaluták irányába, akkor rengeteg dologtól tudod függetleníteni magad, és ez egy olyan hatalmas szabadságérzetet ad, hogy lehet kint ködös idő, csúnya idő, hiába találkozol borongós emberekkel, hiába karikás a szemed, és érzed káosznak a fejedben a dolgokat. Az a fajta szabadságérzés, ami ezek a dolgok miatt lehetnek benned, azok nagyon-nagyon felemelőek, úgyhogy legyetek nyitottak. Az, hogy hogyan neveltek minket, a szokások, az elvárások, ezeket, ezt úgy engedd el, mert nem, abban nincs fejlődés, azok egy helyben tartanak. És szokták mondani, hogy a bátraké a szerencse, meg ilyenek, de változtatni kell. És most ezzel kapcsolatban eszembe jutott így hirtelen, most bevillant egyik ismerősömnek a posztja, ez egy ilyen szilveszteri újévi poszt, hogy hát most nem tudok pontosan idézni nektek, bár a fotót az direkt lementettem, mert azt gondoltam, hogy ebből készítek egy videót, és legyen ez a záró gondolat, tökéletes záró gondolat, hogy arról szólt ez a poszt, hogy az ismerőseim hát ne aggódjanak már, hogy változni ezután sem fogok. Ennél nagyobb butaságot nem lehet kijelenteni. Mert aki nem változik, nem változtat saját magán, nem fejleszti önmagát, az egész életében egy helyben fog toporogni. Az egy helyben toporgásból pedig a legritkább esetben születik boldogság, siker, haladás, vagyon, egészség, boldogság, támogató környezet. Szóval, de változz, meg kell változni, hogy jobb legyen az életünk, szebb legyen az életünk. Szerintem ezzel le is zárom ezt a videót, így is többet sikerült beszélnem, mint szerettem volna. Köszönöm, hogy velem vagytok, és remélem, hogy ebben az évben is megtartjátok ezt a jó szokásotokat. Mindenféle visszajelzést szívesen fogadok. Legyen nagyon boldog új évetek egészségben, szeretetben, és az egészség az pedig a ti kezetekben van. Sziasztok!